Fel. Ez jó, ebből kéne egy párat csinálni. Jó. Egy jó sportkrém címlap fotóért mindent. Tála Zsuzsanna remekül helytált az ordi időjárási körülmények között. A Kaposvár röplabdázója persze nem csak azt mutatta meg nekünk, hogyan ad fel civilben, szélben az aréna előtt, hanem például elmesélte, milyen volt tinédzserként édesanyjával, Fésűs Irénnel egy csapatban játszani. 13-14 éves lehettem, és akkor velem kezdtük el a bajnokságot. Én voltam a kezdő feladó, de hát az első meccsen nagyon-nagyon jól játszottam, és aztán három meccsen használhatatlan voltam. Szóval a fiatalon ez így megy, hogy lehozod a csillagokat, aztán három meccsig, vagyis hát néhány meccsig pedig nem vagy stabil akkor. És sokszor volt igen, hogy beállt helyettem, és akkor ő irányított, de anya mindenhol be tudott állni, szóval ő volt, hogy a gyerőplabdában a kötél testvérek sokat mondanak, ő volt, hogy a Dórival együtt. Bár még mindig csak 27 éves, Tálas már több mint egy évtizede van ott a felnőtt röplabdában, úgyhogy pontosan látja, mennyit fejlődött ennyi idő alatt ez a sportág idehaza. Tényleg honnan indult el ez az egész, hogy én milyen tornateremben játszottam először, és akkor most a velem egy időseknek eszméletlen, hogy milyen lehetőségei vannak, mind rehabilitáció, mind az edzés körülmények tekintetében, az edzők tekintetében. Vagy ha azt nézzük, a válogatott jelenleg hol tart, szóval én mikor mentem válogatott végén, a játékosok kevesebb pénzzel mentek haza, mint mikor bementek, mert konkrétan semmit nem fizetett a szövetség. Nem volt talán lehetősége, hogy juttatást adjon a válogatottságért. Szóval úgy gondolom, hogy ezek jó fejlődések, vagy jó irányba indult el, viszont amit minden sport, ahol van TAO megtapasztal, hogyha nem megfelelő az utánpótlás, akkor úgymond ez teljesen felesleges pénzkidobás, hogy a felnőtt csapatot próbáljuk meg úgymond szponzorálni, és nincsen alatta egy stabil alap, amire építkezhetünk. És ez jelenleg nagyon nagy hiány, mert nagyon kevés a fiatal játékos, és ráadásul aki meg bevetheti, az még kevesen. Egy családi ebédnél jócskán esik szó a futballról, hiszen férje Király Patrik a Békés Csaba labdarúgója, míg édesanyja párja a Videotonnal UEFA Kupa döntőt játszó korábbi kapus, Diszul Péter. Anya meg a ször vagy Péter között ott mindig van egy ilyen kettőség, mert ugye hát a fociba elképesztő körülmények, profizmus, hát dolgok, érdekes dolgok vannak, ami a röplabdában nem megszokott, és ugye egyébként ez normális is, hogy ők a koruknál fogva már egyre kevésbé változnak. És én még ezt Patrik esetében pedig könnyebben kezelem, és próbálom a magam javára fordítani, hogy azokat a kapcsolatokat, amivel ő rendelkezik, azt én próbálom kihasználni. Na most például anya meg a Péter esetében ez sokszor ilyen hát gyerekes vitákban, ilyen vicces vitákban torkollott, hogy hát a foci barát van, és most nem mondod, hogy ti csak ennyit edzitek. Hát most mondd meg, hogy lehet ennyi edzésre felkészülni egy meccsre? És hát most már legszebb, hogy akkor ott van Patrik is ebben a vitában, én meg nem tudok kiállni, ugye, anya meg Patrik mellett sem, mert látom az előnyeit, hátrányait egyik dolognak, például itt az edzések terén. Szóval nagyon-nagyon vicces ez az egész, például egy családi ebéd, mikor ilyen szakmai beszélgetésekbe megy át. De előjön ez a pezzek az én időmben, vagy előjön ez a videóton, az UEFA kupás menetelés? Nagyon sokszor előjön. És például mit csinálsz? Jó, ha még többet szeretne megtudni a Kaposvár és a magyar válogatott kiváló röplabdázójáról, akkor keresse a Nemzeti Sport pénteki számának Sportkrém című mellékletét. Itt a vége, ez lesz utolsó. Ez szuper, készen vagyok, köszönöm. Ez volt a legjobb is.